Ebben a videóban egy szemtani sorozatos feladatot fogunk megoldani. A feladat az így szól. Egy szemtani sorozat első tagja 7, a differenciája 3. Add meg a sorozat 7., 19. és 100. tagját. Az első dolgunk egy ilyen feladatnál az mindig az, hogy eldöntsük, hogy szemtani vagy mértani sorozattal van dolgunk, mert majd ahhoz kell ugye nekünk megnézni, hogy milyen képletet is alkalmazhatunk a feladatban. De ha elolvassuk a szöveget, akkor itt a feladat elején már rögtön látjuk is, hogy ezzel most itt ebben a feladatban a számtani sorozattal fogunk ugye találkozni. És akkor ki tudjuk írni az adatainkat, viszont ahhoz újra elolvassuk a feladatot, hogy egy számtani sorozat első tagja 7, az első tagot azt mindig a 1 el fogjuk jelölni, és le is írom akkor, hogy A1 egyenlő 7-tel. Differenciája 3. A differenciája az mindig a különbséget fogja jelenteni, és kicsi D-vel fogjuk jelölni, és akkor kiírhatom őt is, hogy D egyenlő 3. És akkor a feladat megkérdezi, sőt mondja is nekünk, hogy akkor adjuk meg azt, hogy mennyi lesz a sorozatnak a hetedik 19. és a 100. tagja, ezt pedig úgy tudom én kiírni magamnak az adatokhoz, hogy az A7 egyenlő kérdőjel, az A19 egyenlő kérdőjel, és az A100 egyenlő kérdőjellel. Most már kigyűjtöttük az adatokat, tudjuk azt, hogy mit kell kiszámolnunk, már most csak egy képletre van szükségünk, és van egy általános képletünk ide, hogy a n egyenlő, a 1 meg zárójelben, n-1 zárójel bezárva, szorozva d-vel. Itt ugye az a 1 az ugyanúgy az első tagot fogja jelenteni, a d az a differenciát, az n pedig azt fogja jelenteni, hogy hanyadik tagot szeretnénk kiszámolni. És ugyanúgy ez egy nagyon-nagyon fontos megjegyzés, hogy igazából az az N, ami ide van beírva, ugyanaz az N betű lesz ugye ide leírva a képlet elejére is. Akkor lássunk is hozzá a számolásnak. Ugye az első kérdésünk az az, hogy a hetedik tagot kellene kiszámolnunk, akkor leírjuk, hogy A7 egyenlő, és behelyettesítünk a képletbe az A1 az ugye 7 plusz, zárójel kezdődik, N-1, ugye az N betűt előbb megbeszéltük, hogy amilyen szám van itt elő, ugyanolyan számot írok bele a zárójelbe is, tehát 7-1, zárójelbe zárva, szorozva D-vel, ami pedig 3 lesz. És ezt most kiszámoljuk. Ugye 7-1 az 6 lesz, Ugye 6 x 3 az 18, plusz 7 az 25. Tehát akkor megkaptam, hogy a sorozatnak a 7. tagja az 25 lesz. Megyünk tovább. A következő az a 19. tag. Akkor A19 egyenlő, megint jön az A1, hogy 7 plusz zárójel, jön az N betű, és most megint megnézem, hogy itt előre milyen számot írtunk, ugye 19-est akkor 19-1, zárójel bezárva, szorozva d-vel, ami 3 lesz. És elkezdek számolni. Ugye 19-1 az ugye 18, ha őt megszorzom 3-mal, az 54, és ha hozzáadok még 7-et, akkor 61-et kapok. És így megkaptam azt, hogy a 19 tagja a sorozatnak az a 61 és akkor már csak az A százat kell kiszámolnunk. Ugyanúgy elkezdjük, hogy az A1, ami a 7, plusz zárójelbe, megint jön az N betű, és az N betűnél ugye ugyanazt írom be, amit ide előre is írunk, tehát 100 mínusz 1 zárójelbe zárva, szorozva D-vel, ami megint a 3 lesz. És akkor 100-ból 1 az ugye 99. A 99-et, ha 3-mal megszorzom, az 297 lesz, és ha hozzáadok 7 akkor 304-et kapok. És akkor megkaptam azt is, hogy a sorozatnak a századik tagja 304 lett.